Különleges pillanatra került sor a Magyar Honvédség hadikikötőjében. Első alkalommal érkezett külföldi hadihajó a magyar aknamentesítők otthonába. Jelen pillanatban ugye egy olyan történelmi momentumnál állunk, amikor 70 évvel a II. Világháború vége után a Kozara, a szerb folyami flotilla zászlós hajója, illetve az azon tartózkodó szerb delegáció, beleértve a Andrić ezredes urat, a szerb folyami flotillának a parancsnokát, az ő általa vezetett delegáció egy látogatást tesz Magyarországon. Magának a látogatásnak egyfajta célja, hogy azok a Szerbiában a folyami flotillához készülő tisztjelöltek gyakorolhassanak, a folyami flotilla zászlós hajóján gyakorolhassanak, és ezen gyakorlat során a nap későbbi részében meg is fogják látogatni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, ahol a képzéssel, felkészítéssel kapcsolatos ismereteket, illetve azoknak azzal kapcsolatos jelentéseket fogják meghallgatni. A Kozara hadihajó látogatásának célja, hogy elmélyítse a két alakulat kapcsolatát. Már 6 éve folyamatos az együttműködés, amit évről évre tovább építünk. Tegnap este 6-kor léptük át a magyar határt, ezzel az együttműködés egy új fázisát értük el. Mindemellett az a megtiszteltetésért bennünket, hogy a hajónkról köszönhetünk Budapest lakosságát is.